Királyi Akadémia nyári kiállítása látogatók ezreit vonza minden évben. De az idei év más. Az udvar egy vasúti tolatóvágánnyá változott, ahol Eduardo Paolozzi London-Párizs című mozdonyszobra foglalja el a központi helyet. A kemény fából készült és 5 tonnát nyomó műalkotás kapta a tárlat két kiemelt kiállító helyének egyikét. A másikat pedig a vezető amerikai művész Frank Stella tudhatja magáénak, aki szobrokat és festményeket is kiállít idén. A művészt a cigarettafüst örvénylő mintázata inspirálja, amelyet óriási festővásznakra ír át. A cigarettafüst inspirációként szolgált a szobroknál is, amelyek ócskavasból és öntött alumíniumból készültek. A tágas és világos galéria kitűnő hely a kiállított művek számára. Ez egy igen nagy terem, ahol kiállíthatom a műveimet, és ez nagyon kedvező alkalom számomra, hogy részt vehetek a londoni kiállításon. Itt általában a Bernard Jacobson galériában szoktam kiállítani, de hogy teljesen őszinte legyek, a Bernard kissé szűk ezeknek az alkotásoknak. Az, hogy a galéria helyett most itt, a múzeumban állíthatok ki, ahol szép, tágas a tér, és természetes a megvilágítás, és annak napközbeni változása egyszerűen fantasztikus. Nagyszerű lehetőség számomra. Ezzel ellentétben ez a galéria szándékosan gyakran állítja ki a brit művész Peter Blake munkáit. Az emberek többségének ez az elképzelése a hagyományos nyári kiállításról. Egy kis felkavaró Van Gogh. Szemben Hollywood olyan legendáival, mint például James Dean. Ez a Ben Johnson által készített jeruzsálemi pillanatfelvétel már-már szürrealista. Egyes dolgok nem egészen azok, mint aminek látszanak. Claire bronzra festett olajképe sétára késznek tűnik. Az építészeti galériában lévő modellek már műalkotásnak számítanak. Ez is egyik módja a két terület építészet és művészet ötvözésének. Az új hullámos Colin St. John Wilson tervező munkái a Payen galériában láthatók. Meglepetések mindenütt. A világos és légies New Yorki központi pályaudvar versenyre kell a hagyományos angol kert látványával. A nyári kiállítás nem csak a közönség, hanem a művészek számára is kedvező alkalom. Ez nagyon jó a művészeknek, mert azt jelenti, hogy bárhol csinálsz egy képet egy kis manzádban, valahol Mayfairben, vagy egy elegáns East End-i műteremben, elhozhatod ide. Az olyan öreg rókák, mint amilyen én is vagyok, kedvelik az ilyet. Kitesszük a képeinket a falra, a közönségnek tetszik, és már nyúlnak is a csekkfizetőkért. Bingo! Megkötődött az üzlet, és a gázszámlát ki van fizetve. A kiállítás augusztus 7-éig tart nyitva, és a rendezők több mint 100 000 látogatóra számítanak. Hatvan évvel ezelőtt így nézett ki az égbolt az angol táj felett. Egy fogadás azon kevesek számára, akik túlélték az angliai csatát. Sokan a mai generáció tagjai közül már elfelejtették annak a kornak a hősies küzdelmeit. A napokban az egyik kollégám elment egy iskolába, és kiderült, hogy a gyerekek soha nem hallottak az angliai csatáról. Erre ő azt kérdezte a tanárnőtől. Nem kellett volna a gyerekeknek tanulnia az angliai csatáról? Mire a tanárnő azt kérdezte. Miről? Ő sem hallott róla. És ez nem csak a fiatalokra jellemző. Mindenki tájékozatlan. Nem akarunk nagy hősökként tetszelegni, de tény, hogy megmentettük a világot. Mind az 520 pilóta megfizette a támadás árát.
Azoknak a fiatal pilótáknak nem volt sok esélyük a túlélésre. A brit királyi légierő 915 harci repülőgépe semmisült meg, és 358 pilóta sebesült meg. A német Luftwaffe 1733 repülőgépet veszített, többségében bombázókat. Úgy gondolom, kell, hogy az emberek emlékezzenek az angliai csatára. Jogosan mondta Churchill, ez nem a vég kezdete, hanem a kezdet vége. És ez azt is jelentette, hogy semmiképpen nem szabad engednünk, hogy a németek lerohanjanak minket. Azt hiszem, ez óriási jelentőségű volt. Ez a csata abszolút fordulópont volt a II. Világháború történetében. Biztos vagyok benne, hogy az volt. Winston Churchill, akinek a szobra a parlament téren áll. Sokak szerint ő volt a győzelem kovácsa. Churchill személyiségét próbálja felidézni az az új kiállítás, melyet egy West End-i galériában rendeztek meg. Peter Johnson az Ackerman és Johnson galériából régóta nagy tisztelője Churchillnek. Mindenki arról beszél, hogy ő egy rossz kedvű ember volt, vajon mi lehetett ennek az oka. De az itt kiállított képek alapján nekem az a benyomásom, hogy ő egy nagyon határozott és nagyon szimpatikus személy volt. És minden, amit én tudok, amit olvastam vagy filmen láttam róla, csak megerősített abban, hogy ő egy csodálatos ember volt, és neki köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk. Churchill, mint a parlament egyik óriása, egy a Tatler magazinban megjelent kép szerint. Ezt a képet 1943-ban festette George Baker, Churchill miniszterelnökségének csúcspontján. Ez a Hitchcock által festett nagyszerű portré pedig a politikus élete vége felé készült. Egy vázlat Topolskitól. Ez a karikatúra pedig Breton halászként ábrázolja Churchillt, talán a francia haderő összevonására tett kísérletére célozva. Az iránta való tisztelet jeléül portréját használati tárgyak százain reprodukálják. Churchill vitathatatlan festői vénáját is bemutatja a kiállítás. Ez a Cannes-i kikötőt ábrázoló napos tájkép megpróbálja érzékeltetni azt az örömet, amit a festés, a színek jelentettek a politikus számára. A kiállítás számos eddig ismeretlen oldaláról mutatja be Anglia legjobban ismert háborús vezetőjét, élete valamennyi korszakából, és felidézi azt az időt, mikor oly sokan hoztak nagy áldozatot.